Na, enyhült az idő, kellemesebb lett, még lassan a nap is kisüt, hát ami a reggel volt, meg éjszaka végig. Fél kettő van, mindegy. Uccsó lomunkhoz értünk, Sampika bement a pályába, Lucika és Hongkong sétál hazafelé. Tudják a dolgokat, mit csinálnak, parikot behordani, zabot kikészíteni, ha még nincs. Zabolás lesz. És érkezik Sampi drága. Remélem nem jövünk sokat vele. És már a végeztünk. A nagy homokon jön, és a kicsit elég pindurkát rátesz. Mint előbb mondtam, vasárnaphoz 3 hétre van a kancali. Őt már frissen kell csak tartani szerintem. Konkurencia lesz, mert az a derbibe futott 4.-5. hely, 2 kanca jó formával jelentkezett. Látjuk, hát ellenfél nélkül nincs, most ér oda a kis homokra, hoz. Egyelőre a kanca tip-top, rendben van, jó leszik, jól néz ki, csinálja a dolgát. Nagyon nyüstölni nem fogom, a 100%. Nem kell őt, szívlélek kanca amúgy is. Ez az jó a tempó, nem ilyen sokat, nem kell neki sokat. Na, ő egy pár ló közt, ugye ő is overdose, meg sorolt még egy pár, életében nem volt meglovagolva. Luci, soha nem voltak meglovagolva munkába, hogy kézzel rá nyomott semmi. Ahogy látom, tökéletes a tempó, ezt képzeltem, tökéletes. Nagyon jó. Tökéletes. Ahogy a nagykönyvben elő van írva. Szép kis kanca. Hát erre lehet mondani, milyen csúnyácska volt 2 évesen, és még kis szemétláda volt, vagdostorda az embereket. Gilisztás, jajjaj, nem úgy gilisztás, agyba. Minden baja volt neki. Húj! Elsvengolt, sunyított, nem evett, vékony volt, szőrös volt. Hát, egy kimondottan szép kanca lett belőle. Azt már nem is említem, hogy még hozzá milyen jó kanca lett belőle. 3-at nyert már idén. Volt egyszer 3. és egyszer egy szerencsétlen 2. Kimondottan első osztályú kanca. Na jó. Maradjon is így.